A válás soha nem könnyű, főleg, hogyha olyan problémák merülnek fel, hogy a gyerekkel hogyan tartják majd a szülők a továbbiakban a kapcsolatot. Most arról fogunk beszélgetni, hogy változott a családjogi törvény, és ezen belül a kapcsolattartás. Hogyan változott, és egyáltalán először a kapcsolattartásról, hogy ez milyen esetekben lehet probléma, ezt beszéljük meg. Igen, a kapcsolattartás maga, mint jogi fogalom, az ugye akkor merülhet fel a felek között, hogyha a házasságuk vagy az életközösségük megszűnt. Ugye a kapcsolattartás több fajtáját biztosítja a jogszabály, attól függően, hogy a felek között hogyan rendeződik a szülői felügyeletnek a kérdésköre. Ugye ha a szülői felügyeletet közösen gyakorolják a felek, azaz feltételezi a törvény, a jogalkotó, hogy nagyon jó a kommunikáció a felek között, mindent meg tudnak beszélni, akkor akár az is előfordulhat, hogy külön nem is szabályozzák le a kapcsolattartást, hiszen bármit meg tudnak beszélni. Abban a pillanatban, hogy a felek között valamilyen módon ez a kommunikáció elakad, akkor felmerül annak a kérdése, szükségessége, hogy vagy egyességi úton, vagy pedig bírói úton a kapcsolattartás rendeződhessen. Ez azt jelenti, hogy a különélő szülő, rendszerint mondjuk, aki elköltözött az ingatlanból, hogyan, miként, milyen feltételek mellett láthatja a gyermekeit. Ugye ez egy nagyon-nagyon neuralgikus kérdés, és tulajdonképpen idén márciussal a jogszabályalkotó egy új szabályhalmazt vezet be, ami a gyámhatóságoktól az eddigi jogkört arra vonatkozóan, hogy az elmaradt kapcsolattartásokat, vagy a kapcsolattartás akadályozása esetén annak úgymond kikényszerítését végigcsinálja, ezt a bíróságokhoz áthelyezte. Ez egy teljesen új helyzet, korábban nem volt ilyen, ez önmagával hozza azt, hogy a bíróságok ugye általában ugyanazok a bíróságok lesznek, akik a válást vagy a szülői felügyelet kérdését, a kapcsolattartást rendezték, viszont a munkaterhüket ez adott esetben jelentősen megnöveli. A jogalkotó célja ezzel az volt, hogy a bíróság egy sokkal markánsabb, sokkal erősebb jogkört tud adott esetben biztosítani, és ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy a különélő felek általában pont a kapcsolattartással tudják az egész vitát, az egész haragos helyzetet fenntartani, vagy nem adja a gyereket, vagy elviszi és nem hozza vissza, illetőleg ugye volt a közelmúltban a médiában egy csomó olyan eset, ahol egy kapcsolattartásra feljogosított különélő szülő bántalmazta a gyerekeket, vagy akár meg is ölte. Tehát ugye ebből eredeztette azt le a jogalkotó, hogy a bíróság egy sokkal határozottabb, sokkal szélesebb spektrumú jogkörrel rendelkezve, akár rendőrség bevonásával, akár egyéb büntetőeljárás kezdeményezésével valahogy a feleket egy kicsit kordába tudja tartani. Ugye sajnos a kapcsolattartás pontosan azért, mert a felek között vita van, mondjuk ebben a kérdéskörben, egy olyan égető kérdésé válhat, ami odáig vezethet, hogy szülői elidegenítés, odáig vezethet, hogy a felek közötti aktív bántalmazás, amit meg kéne oldani. Sajnos manapság ez még egy, mondhatjuk azt, hogy gyerekcipőbe járó történet, mert nincsenek igazán meg a feltételei annak, hogy kikényszeríthetővé váljon egy olyan kapcsolattartás, amit mondjuk a másik fél akadályoz, vagy pedig teljesen ellehetetlenít. Tehát az új rendszerben a gyámhatóságok helyett ugye a bíróságok fognak eljárni, bízva abban, hogy ezzel egy biztonságosabb környezetet tudnak teremteni a gyermekek számára. Ugye sajnos, ha bár a jogalkotó biztosítja a mediációnak a lehetőségét a felek között, ezzel nagyon-nagyon ritkán élnek a felek, pedig ugye a joggyakorlat és az előremutató jogi elméletek alapján az lenne a legnagyobb siker, hogyha a felek egy mediáció keretében tudnának olyan egyességet kötni, amellyel is vinné őket odáig, hogy valóban mondjuk egy kapcsolattartás rendesen meg tudjon valósulni, és mondjuk egy kisgyermeknek ne okozzon az feszültséget vagy frusztrációt, hogy most apához kell mennem, anyához kell mennem, mit mondhatok, mit nem mondhatok, tehát hogy ez most egy előremutató irányvonal, bízunk benne, hogy ez az új rendelkezés ezt lehetővé fogja tenni. Egy ilyen mediáció a gyakorlatban hogy zajlana, vagy zajlik, hogyha eljutnak a felek? Ugye van kötelező bírósági mediáció, tehát maga a bíróság hivatalos épületében biztosított ingyenesen egy bírósági mediátor,
aki ugye az előre meghatározott időpontban, a feleket meghallgatva egy vagy akár több találkozó keretében próbálja a nézőpontokat közelíteni, és egy olyan egyességet létrehozni, amely később akár ítéleti hatállyal is bír, tehát ugyanúgy végrehajtható, kikényszeríthető. A mediációnak ugye az az egyik legnagyobb előnye, hogy ott a felek szabadon, akár jogi képviselő nélkül ütköztethetik a nézőpontjaikat, és hozhatnak létre egy olyan helyzetet, amivel remények szerint mind a két fél hosszú távon együtt tud élni, és hosszú távon tudja elfogadni helyesnek. Ugye, ha a bírósághoz egy ítéletet egy kapcsolattartásba, az soha nem jó, már úgy nem jó, hogy az egy harmadik fél által egy generális megoldás, ami nem biztos, hogy a felek élethelyzetéhez igazodik. Ebből kiindulva ugye célszerű lenne a mediáción egyességet létrehozni, ha a felek közötti helyzet vagy a nem annyira elmérgesedett kapcsolat ezt lehetővé teszi. Ismerőseim példájából kérdezek, hogy ott megegyeztek a kapcsolattartásban, de a gyermek nem akar találkozni az édesapjával. Milyen jogai vannak egy gyermeknek? Ugye a gyermek életkorát kell alapul venni mindig, és az életkorához igazítja a jogszabály, a törvényalkotó azt, hogy milyen eszközök vehetők igénybe. Ugye az, hogy nem akar egy gyermek menni, ez mindig egy nehezen megfogható, jogilag egyébként nehezen kezelhető dolog. Ugye a fő jogszabály az, hogy a gyermek életkora szerint vehető figyelembe az ő véleménye. Ugye 12 éves kor alatt nagy általánosságban igazságügyi szakértő hallgatja meg a gyermeket, és ő dönt arról, hogy most mik azok a lehetőségek, amik vannak, mi a valóság, mi a kiskorú gyermek érdeke. 12 éves kor fölött már figyelembe vehető kisebb fokban a gyermeknek a véleménye, és az első nagy ilyen választópont az a 14 éves kor, amikortól már a gyermek önálló személyként, korlátozottan cselekvőképesként nyilatkozatot tehet, és 16 éves kor után pedig egyértelműen kizárólag a gyermek akarata az irányadó. Ott nincs is más kérdés, ha a gyermek nem talált ki olyat, ami nagyon ellentétes a jogszabályokkal, akkor a bíróság azt fogja végrehajthatóvá tenni, amit ő akar. Sajnos egyébként a praxisban látunk olyanokat, hogy bizony a gyerek két évente változtatja a helyét, hogy éppen melyik szülőnél van, mert amelyik szülő az éppen valami módon szigorúbb, akkor átmegyek apához, vagy visszamegyek anyához, és bizony van olyan, hogy két évente egy új szülői felügyeleti jog megváltoztatása iránti pert kell indítanunk. Nyilván nagyon sok tapasztalata van a gyakorlatban, és biztos, hogy minden megoldás rossz tulajdonképpen sajnos, de a legkevésbé rosszat kell megkeresni, az mi lehet vajon egy ilyen kapcsolattartás szempontjából? Én azt gondolom, hogy a kapcsolattartás akkor lehet elfogadható hosszú távon, hogyha a gyermek nem érzi azt, hogy kényszerhelyzetben van, ha nem érzi azt, hogy választania kell. Tehát ha az a felek felülemelkedve az egyéb sérelmeiken, tényleg a gyermek érdekeit figyelembe véve egy nyugodt, kiegyensúlyozott átadás-átvételi folyamatot tudnak a gyermek életébe behozni, hogyha az a szülő, aki éppen nincs a gyermekkel, nem hívogatja két óránként, nem küld SMS-eket, nem küld e-maileket, tehát bizalommal van annyira a másik fél iránt, hogy nagy probléma nem lesz, akkor azt a gyermek nem egy sokként, vagy nem egy nehéz helyzetként fogja megélni, hanem úgy, hogy habár a szülők elváltak, habár a szüleim nem élnek együtt, de mégis van egy ilyen rendszer, amivel bele tudok szokni, és még így is nagyon, nagyon nehéz, hiszen a gyermek sokszor önmagát hibáztatja, nehéz feldolgozni, ahogy a szülők külön vannak. Hogyha esetleg az történik, hogy az egyik szülő nem tarthatja a kapcsolatot valamilyen okból kifolyólag a gyermekkel, akkor ez milyen időközönként van újra felülvizsgálva? A jogszabályalkotó nem fűz határidőt ehhez, ő azt mondja, hogy amikor időszerűvé válik. Ugye vannak a nagyon extrém esetek, amikor a felügyeleti jog teljesen megszűnik, ugye ezek azért a nagyon-nagyon-nagyon olyan történetek, ahol szexuális bántalmazás vagy egyéb bűncselekmények történnek. Előfordulnak
előfordulhat olyan eset, ahol mondjuk szünetel egy felügyeleti jog, mondjuk harmadik személynél vannak a gyermekek, ott ugye a gyámhatóság határozza meg, de évente minimum felül kell vizsgálni ennek a lehetőségét. Azért a szülői felügyelet és a kapcsolattartási jog teljes megszüntetése nagyon-nagyon ritka, ahhoz azért nagyon súlyos dolognak kell lenni, hiszen az elsődleges szempont és az elsődleges jog, hogy mind a két félnek joga van a gyermek életében részt venni, joga van a kapcsolattartáshoz. Tehát ahhoz, hogy ez teljesen megszűnjön, ez nagyon, nagyon súlyosnak kell lenni. Sajnos vannak olyan esetek, ahol maga az külön élő szülő dönt arról, hogy ő kiszáll ebből, és nem keresi a kapcsolatot a gyermekkel. Ez mindig egy nagyon fájó pont egy gyermek számára, de sajnos ilyen esetek is vannak. Konklúzió tehát az, hogy mindenképpen meg kell próbálni megegyezni, és a gyermeknek az érdekeit figyelni. Ha ez nem sikerül, akkor pedig a mediációt érdemes kérni. Igen, mert ezek lehetnek azok, amik hosszú távon tényleg a gyermeket középpontba állítva az ő kiegyensúlyozott testi, lelki, erkölcsi fejlődését fogják elősegíteni.